Nekem középiskolában is már ajánlották a tanáraim, hogy a bajai képzés vízügye szempontból ugye a legmegfelelőbb, és mindig is szerettem volna mérnök lenni, ezért választottam a bajai mérnökképzést, és ezért jöttem ide. Elnökként az összes feladatra rálátásom kell, hogy legyen. Mindenkit irányítanom kell, minden alelnököt. Ugye én hívom össze a választmányt, mi hozzuk meg a döntéseket, ugye a hallgatói önkormányzatnak a feladatait mi látjuk el. Kicsit fárasztó, de szerintem ennyit megér az, hogy a hallgatóknak tudjunk segíteni és könnyebbséget okozzunk. Én ugye a Felsőtisza vízügyi igazgatósággal vagyok duális szerződésbe. Ugye ennek a lényege az, hogy a gyakorlati képzést már egyből egy vízügyi igazgatóságnál töltjük, ami magasabb szintű képzést ad, mert a legutóbbi mérőtáborban is olyan eszközöket használtunk, amelyeket a vízügyön már megtanultunk kezelni, ezáltal kisebb előnyben voltunk a csoporttársainkkal, és tudtunk nekik segíteni, és gyakorlatilag lettünk ugye a műszerek használatát illetően. A legjobb élményem, sok jó élményem van. A legjobb szerintem az idei gólyabálunk volt, ugye, amit mi külön a víztudományikkal szerveztünk, ötvös az elődintézményük az Eötvös József Főiskolával közösen. Szerintem ez egy nagyon jó emlék volt, nem csak nekem, hanem minden hallgatónk számára. Hát a hobbim a főzés és a horgászat. Itt Baján sajnos, mivel nyíregyházi vagyok, a horgászatot nem nagyon tudom kihasználni, de a főzést azt tudom, még ha a kollégium néha nem is alkalmas erre a túlzott tömeg miatt, de mindenfélét szeretek elkészíteni, ami finom, és jövőre megpróbálok horgászbotot is lehozni, hogy a másik hobbimnak is tudjak hódolni. Ha szeretné egy összetartó csapat tagja lenni, akkor jelentkezte is a Nemzeti Közszolgálati Egyetem hallgatói közé.